A magyar népdal az egész magyar lélek tükre, a magyar nyelvvel egyidős. Benne mindannyian magunkra ismerhetünk, belőle mások is megismerhetnek bennünket, mondta a héten születési évfordulós Kodály Zoltán. A magyar népdalt karolja fel és örökíti meg számunkra egy szemetfület elkápráztató formában, a Csóri Sándor Alap támogatásával az Erdély Magyar Népzenészek Egyesületének projektje a Hangőrzők. Ennek elnökét és a projekt ötletgazdáját hívtuk el stúdiónkba, hogy meséljen nekünk erről a lenyűgöző kezdeményezésről. Köszöntjük Molnár Szabolcsot. Köszöntöm is a nézőket. Szia, köszöntünk. Hát mesélj nekünk akkor, hogy hogyan született meg ez a projekt, milyen megfontolásból jött létre ez a csodálatos kezdeményezés? Az első idézetet kiegészíteni még egy másik idézettel is, hogy a célját is egy picit próbáljam megvilágítani. Kallós Zoltán néprajzkutatónk híres idézete, addig leszünk magyarok, míg magyarul énekelhetünk és táncolhatunk. Igazából ez a projekt is ezt a célt szolgálja. Ehhez próbálunk mi is a tőlünk tehetőt hozzátenni. Igazából pont az Erdély TV-nek itt az egyik stúdiójában egy megbeszélésen jött maga ez az ötlet, ugyanis nyitott volt a televízió arra, hogy népzenei beállítottságú műsoroknak adjon helyet, és akkor kérdeztek engem is, hogy lennének-e javaslataim, mit lehetne készíteni. Én viszont gyakran kerülök kapcsolatba jóhangú, gyakran van alkalmam jóhangú énekes gyerekeket hallani, zsűrizni is szoktam népdalvetékedőket, és akkor egyből bejött, hogy hát rengeteg ügyes, jóhangú gyerek van, aki gyönyörűen énekel népzenét, és hogy jó lenne velük készíteni felvételeket, amiket majd sugározni lehet. Közben ugye alakult a helyzet, főleg a mai vírusos, lezárt világban sok minden ajtó bezárult, koncerteket nem lehet tartani, de viszont vannak olyan dolgok, amiket az előírásoknak megfelelően helyet lehet adni, és el lehet készíteni, tehát így születtek ezek a klippecskék is. Esetleg kiket említhetünk még meg, akik felkarolták és támogatják ezt a projektet? Hát, amint elhangzott, a Csóri Sándor Alapnak a támogatásával, a Zenész Egyesület indította el ezt a projektet el, mi adtuk a jogi hátteret, és hát támogatás igazából elsősorban innen indul, de reméljük, hogy lesznek további támogatói is, ugyanis nem egy befejezett projekt, hanem ennek folytatást szeretnék csinálni, és szükség lenne ez nyilván egyéb erőforrásokra is. És mi előzte meg a projektet? Mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy hogyan készültetek fel konkrétan a forgatásra. És majd fogjuk látni, hogy csodálatos képi világa van ugye ezeknek a képeknek, ezeknek a kis videóknak, és nyilván ez előkészületet is igényel. Igen, az ötlet az, mint említettem, jóhangú fiatal gyerekek, akik szépen énekelnek népdalt. Elhangzott az is, hogy falura kimenni és öreg bácsikat, néniket lefilmezni, akik még tudják ezeket a régi népdalokat. Viszont az a valóság, hogy egyre kevesebben vannak már ilyenek, akiktől minőségi felvételeket lehetne készíteni. Viszont akik vannak, és azért vannak, hál' Istennek már elég sok felvétel készült velük. Viszont ezek az ifjú generáció, ezek még nem volt alkalmuk ilyen szinten megnyilvánulni. Azt kell tudni róla, hogy több népdalvetélkedő is van Erdély szerte, és főként innen kerülnek ki ezek a jóhangú énekes gyerekek. Nekem is így volt alkalmam találkozni első körben velük. És akkor mondjam így, hogy hát egyféle válogatáson, akik ugye a zsűri által is a vetékedőkön eljutottak a döntőkig, tehát innen könnyen volt kiválogatni ezeket a jóhangú gyerekeket, és ezt leszeretném szögezni, hogy egy nem lezárt projekt, tehát további gyerekeket szeretnék, rengetegen vannak még, akiknek ezekben a kis filmecskékben még helyük van. Akkor mesélj egy kicsit arról, hogy hány kis videót forgattatok le eddig, és mennyit terveztek még?
Három napot forgattunk most a november hónap folyamán. 17 gyereket sikerült rögzítsünk. Többnyire mindenki duplán, tehát két kis filmecskére énekelt fel. Úgyhogy ha minden jól megy, 32 ilyen kis filmecske lesz. Folytatást szeretnénk ennek, legalább még 30 gyermek van kilátásban, így Erdély szinten, ugyanis az első körben Csíkszered, a környéke, Gyergyó és Gyimesekből kerültek ki ezek a jóhangú énekesek, tehát rengeteg vidék még hátra van, ahol ugyanígy vannak erre érdemes fiatalok. És hogyan fogadták a gyerekek a felkérést? Gondolom, hogy nagyon örültek ugye annak, hogy majd megörökítjük, vagy megörökítitek az utókornak ezeket a csodálatos népdalkincseket. Hát akiket felkértünk, azok mind szó nélkül jöttek, és örömmel jöttek, és kivárták az idejüket, meg hozzátették, amit hozzá tudtak tenni, hogy létrejöjjenek ezek a kis filmecskék. Gyönyörűek lettek amúgy, úgy képvilágban, mint hangzásban. Milyenek voltak a forgatások? Milyen stábbal dolgoztatok? Egy szerencsés találkozás előzte meg azt, hogy kialakuljon maga ez a csapat, aki mi, mint szakmai segítség és maga a filmes stáb. Ugyanis én a Heveder zenekarnak is zenésze vagyok, és a nyár végén volt egy felkérésünk egy online koncertre, és akkor egy szentgyörgyi filmes csapat érkezett, aki lefilmezett minket, és a végeredmény annyira jó lett, hogy én akkor velük képzeltem el ennek a projektnek a megvalósítását. Itt Dobondi Lehel operatőrrendezőről van szó. Nagyon jó partner volt ebben az eddigi filmezésekben, egyből értette, hogy miről van szó, ki tudta maga részével egészíteni, gondolom magáért beszélnek majd ezek a képi világ, ami megjelenik. Olyannyira, hogy még a címet is igazából ő adta, próbáltunk a projektnek egy címet adni, és ezt igazából ő szülte meg úgy, hogy teljes mértékben ezt el is fogadtuk. És nagyon szép, frappáns a cím amúgy, és fülbe mászó. És hát csodás régi felvételek is készültek. Milyen helyszíneken forgattatok amúgy? Ez az első filmezésnek a Borospataki skanzen, tehát Gyímesben a Borospataki skanzen adott helyszínt. Tehát úgy gondoltuk, hogy talál a kettő teljesen, az épített örökség és ugye a népdal, mint örökség, hogy megfelelő környezetben legyen. Továbbiakban tervezünk máshol is filmezni, valószínűleg Válaszút, a Kallós Kúria lenne ennek az egyik helyszíne, és akkor majd lássuk még tovább, mi lesz. A videó elején a gyerekek is bemutatkoznak, és így tényleg nagyon szép kerek a történet. Milyen koncepció mentén haladtatok? Györgyfi Erzsike, úgymond kolléganőmmel együtt próbáltuk kiagyalni, meg nyilván a rendezővel, hogy körülbelül hogy is nézzenek ki ezek a dolgok, és hál' Istennek sok mindenben egyet értettünk. Számunkra, de a gyerekek számára is úgy gondoljuk, hogy a népdal az nem csak egy ünnepi megnyilvánulás, tehát ezt civilben is, hétköznapokban is ugyanúgy énekelni lehet, dudorászni lehet, úgyhogy a klippek egy részét viseletbe vettük fel, egy másik részét teljesen civilben, mint egy tükrözve azt, hogy ez a hétköznapi formája is tud lenni. Szerettük volna azt, és meg is valósult azt, hogy a gyerekek egy pici személyes dolgokat áruljanak el magukról, miért szeretik a népdalt, miért énekelnek szívesen, hogy kerültek kapcsolatba, és ebből egy ilyen kis rövid beszélgetés alakult ki, miután jött természetesen az a népdal, amiket éppen énekelnek a kis filmecskén. Hogyan bővítitek, vagy szeretnétek bővíteni majd a jövőben ezt a projektet, illetve vannak esetleg más projektek, amik úgy körvonalazódtak a fejetekben? Igen, tehát mint említettem, még rengeteg gyerek van, akit fel lehet venni, és fel kellene vegyünk. Nyilván én ezt úgy látom, hogy ezt 5 év múlva, 5-10 év múlva is majd csinálni kell, és érdemes lesz csinálni, ugyanis a gyerekek addig felnőnek, jön majd egy új generáció, akik között szintén rengeteg ügyes gyerek fog kikerülni, akiket szintén érdemes lesz a nagyvilág elé tárni.
Egy másik ugyanez a címszó alatt megvalósuló álmunk az az, hogy zenekarokkal készíteni ugyanilyen filmecskéket, amik azért hosszabbak lesznek, körülbelül 10 perc hosszúságú. Koncepció az az lenne, hogy ugye Erdély, az erdélyi népzene az egy igazi kincses kert, tehát bárhova megyünk a világon, táncházba, a táncházban, amik megszólalnak, zenék, amiket táncolnak, azok javarészt erdélyek. Tehát egy széki, egy mezőségi táncrend, egy kalotaszegi táncrend, az mindenütt alap, azt mindenütt ismerik, ahol táncházasok vannak. Rengeteg nagyon jó zenekar volt Erdélyből, ezek javarésze fel is volt gyűjtve, és rengeteg új fiatal, tehetséges táncházzenész van, akik ezeket a zenéket gyönyörűen és hitelesen megtanultak. Ebben a következő projektben arról szólna, hogy egy ilyen táncházzenekar egy adott régi zenekarnak a játékát mutatná be, de úgy, hogy autentikus felvételt is vágnánk az elejére, és egy kicsit mesélnének erről, ezekről a zenészekről, a régi zenészekről, hogy egy kicsit ilyen dokumentáló jellege is legyen, és akkor utána a fiatalok bemutatják, hogy ők mennyire sajátították el ezt a fajta játékmódot. Köszönjük szépen a beszélgetést. Nem sokára egy másik munkatársa, Györfi Erzsébetet és egy Dalos Pacsirtát is vendégül látunk itt a stúdiumban. Most pedig premier következik itt az Üzenet szeretettelben. Az első hanggörző előadja Antal Zalán. Fogadják szeretettel. Antal Zalán vagyok, 8 éves vagyok, és Gyimes Felsőlokról jöttem. Azért szeretek én énekelni, mert tudom, hogy sok dicséretet kapok. Jól tudok énekelni, amikor énekelek, akkor jól érzem magam. Engemet, aki tanít, az az apukám, és tőle hallottam népdalt. A népdalon kívül szoktam rockot énekelni, az István a királyból azt a szerepet kaptam, hogy krónikás. Udvaromon ármat fordult a kocsi, édesanyám kuferomot hojza ki. Kuferomot behívó levelemet, Felsőlokról húzza ki a nevemet. Édesanyám, hol van az az édes táj, mivel ingem katonám?